Pápa Levent az együtt politikus a vendégünk, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Azt kezdte mondani, hogy itt jött befelé, hogy hát ezen a konferencián járt, és a Varga Mihály ezt bejelentette, kérdeztem, hogy is elhitték? Mert Vértes András az imént hitetlenkedett. Igen, igen. Hát hosszan magyarázkodott a miniszter, vagy próbált elcsetelni a jövőt. Én nem hiszem, hogy nagyon pozitív fogadtatásra talált. Utána volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ahol például a Király Júlia nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg, amit viszont egy komolyabb taps követett. Tehát én azt gondolom, hogy a üzleti élet szereplői azért jobban tisztában vannak a helyzettel, mint ahogy a politikusok ezt feltételezik. Na hát az üzleti élet szereplői, erre szokták mondani, hogy ők csak hallgassanak. Mert hogyha 2011 óta van egy tanulmány, mondjuk a Nemzetgazdasági Minisztérium kezében, és 2011 óta ez valóban lebegett, hogy a KDNP akarja és újra akarja ezt a vasárnapi zárvatartást, akkor az üzleti élet nem tud annyi lobby tevékenységet végezni, hogy ezt ellensúlyozni tudja, például ennek a tanulmánynak az adataival, amit lehet, hogy tételesen nem ismert, de ugyanígy ki lehetett ezt számolni, akkor az üzleti élet elég erőtlen Magyarországon. Uh-huh. Vagy legalábbis az érdekérvényesítő képessége korlátozott. Kicsit én máshogy látom ezt a dolgot. Tehát, hogyha megnézzük ennek a politikai gyökerét, hogy milyen keretrendszerben, vagy milyen feltételek kellettek ahhoz, hogy ez bevezetésre kerüljön, én azt gondolom, hogy a piac az jó eséllyel hihette azt, hogy a Fidesz ezt nem támogatja, hogy ez a KDNP-nek a mániája, ő akarja minden évben bevezetni, de hát ott van a KDNP mellett a Fidesz, aki nem fogja támogatni ezt, a racionális, végiggondolva, elvszerű okok miatt nem fogja támogatni. Lebecsülték Semmilyen Zsoltot? Én azt gondolom, hogy itt volt egy nagy testvér, meg egy kis testvér, a kis testvér akar valamit, de a nagy testvér mindig a fejére koppint egyet, hogy nem kell ezt erőltetni. És szerintem mindenki azt hitte, hogy ennek ez lesz folyamatosan a következménye. Az a kérdés, szerintem azt a kérdést kell föltenni, hogy mi változott meg? Miért ment most bele a Fidesz ebbe? Orbán Viktor, ugye lehet tudni, hogy maga Orbán Viktor állt végül is a téma mellé. Ugye sok ellenvélemény volt a Fideszen belül, lehetett olvasni Kósa Lajostól, stb. Valamiért Orbán Viktor elkezdte támogatni. Miért? Én azt gondolom, hogy ez a Fidesz erejének a csökkenése miatt van. Szerintem szétesőben van ez a frakciószövetség, szétesőben van a Fidesznek a frakciós ereje. Kibeszélnek, omladozik a frakció, ugye megszűnt a kétharmad. Szerintem megnőtt a zsaroló potenciája a KDNP-nek, hogy egy olyan politikai ígéretre vegye rá Orbán Viktort, mert hogy a KDNP saját politikai ígérete a nagyon kevés számú választója felé, és kénytelen volt belemenni Orbán Viktor ebbe, mert csökkenőben van az ereje, és most már muszáj, hogy megfeleljen. Ha nekem csökkenőben van az erő, mint politikai pártcsaládnak, Fidesz-KDNP, akkor a kis testét fogom megtámogatni abban, hogy valami olyat csinálhasson meg, amivel egyébként inkább árt, mint használ az egésznek. Tehát azt lehetett tudni, hogy ennek a társadalmi támogatottsága hát legalábbis korlátozott. Hát nincs, így egészen pontosan. Szerintem itt megint egy ilyen rövid táv, középtáv kérdés van. Tehát rövid távon a Fidesz hatalmának, vagy Orbán Viktor hatalmi túlélésének ez egy eszköze. Középtávon milyen... Hát, hogy olyat csinál, ami nem tetszik a társadalomnak? Én azt gondolom, hogy igen. Mit hát az, hogy egy rövid távú hatalmat. Tehát azt meg tudja, hogy egységesíteni tudja a Fideszt és a KDNP-t a parlamentben, hogy ne bomoljon még jobban szét, ne legyen ez az erózió még erősebb, mint amennyi van. Egy ilyen nem. Na hát ehhez képest ez a 2011-es tanulmány, amit a Nemzetgazdasági Minisztériumból valahogyan megszerzett, nem tudom hogyan, és nem tudjuk hogyan, a Népszabadság azt állítja, hogy 50 milliárdos kiesést okoz a vasárnapi zárvatartás a költségvetésnek, és több mint 10 000 megszűnő állást hoz. Az NGM mai közleménye azt mondja, hogy egyetlen embert nem fognak emiatt elbocsájtani, hát én speciál magam ismerek olyat, akit elbocsájtottak emiatt, úgyhogy egy már biztosan van, én egyet ismerek. Másrészt azt is állítja az NGM, hogy ezt ők nem rendelték meg, ezt a tanulmányt, kétségtelenül a Népszabadság erre azt válaszolja, hogy ezt a kormány rendelte az NGM-től, és nem az NGM rendelte, tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai pontosan tudták ezeket az adatokat. Na de akkor a kormány is, és mégis, ennek ellenére is. Ez racionális? Szerintem nem. Pont ezért akartam én is valami magyarázatot keresni saját magamban, hogy mitől történt ez meg. Ugyanis az látható, hogy
a racionális érvek, a számszerű elvek, érvek, azok mindenképpen a zárvatartás ellen szólnak. Tehát az lenne a logikus, egyébként politikai alapon is, meg én szerintem a szabadságszerető emberek véleményét tiszteletben tart, hogy a lehet tudni, hogy nagyon kicsi a támogatottsága ennek az intézkedésnek a társadalomban. Tehát igazából minden érv amellett szól, hogy nem kéne bevezetni ezt a dolgot. Biztosak lehetünk abban, hogy sok ezer embert fognak elbocsátani, biztosak lehetünk abban, és itt nem tudom, hogy ezt végigmondotta-e már valaki, hogy mi lesz szombaton a boltokban. Tehát vasárnap nem lehet majd vásárolni, mindenki szombaton akar majd vásárolni. Van erre kapacitás? Nem lesznek olyan szűkös korlátok, hogy esetleg a útforgalomban, a közlekedésben, a... Hát mondják a bevásárlóközpontok parkolóit, amelyek a bevásárlóközpontokban, így van. Tehát egy csomó olyan kapacitás korlát lehet egyébként, hogy nem fogják azt elbírni, hogy eddig 2 nap vásároltak az emberek, mert hétköznap azért kevés embernek van erre ideje, tehát valószínűleg szombat-vasárnap kell ezt megcsinálni, eddig 2 nap volt rá, most pedig 1 nap lesz. Na de hát ott van az érv, hogy a kereskedelemben dolgozók ezzel viszont milyen jól jártak, egyrészt kaptak egy fix szabadnapot, a vasárnapot, másrészt pedig, hogyha véletlenül dolgozniuk kell, akkor most döntött ugye a kormány arról, hogy megkapják a 100%-os pótlékot, tehát mindent értük. Igen. Ugye Orbán Viktor mondta azt 2011-ben, amikor megtagadta ennek a bevezetését, hogy jelenleg Magyarország nem áll ott, hogy egy ember 5 napunk alapján meg tudjon élni, ezért nem tudják bevezetni ezt az intézkedést. Ma meg tud élni? Ennyit változott? Ennyit javult a helyzet 4 év alatt, hogy akkor nem tudott megélni egy átlag magyar ember 5 nap munkával, hát most pedig meg tud? Varga Mihályt hallgatni konferencián, de ezek szerint ennyit? Nem, ennyit nem. Biztos vagyok benne, hogy a helyzet lényegében ugyanolyan. Tehát egy kicsit lehet, hogy jobb a gazdaság helyzete, mint 4 évvel ezelőtt, azt nem kell elrejteni, de nagy változás, lényeges, szignifikáns változás nem állt be ebben a kérdésben. Tehát szerintem Orbán Viktor 2011-es érvelése, az ma is áll, ugyanez a helyzet. Bevezetett intézkedéseket Orbán Viktor kormányai nem szoktak visszavonni. Előtte lehet adott esetben valamiféle társadalmi nyomással, lásd, internetadó valamit elérni, amikor már valami elindult, az általában úgy marad. Erre kell berendezkedni akkor a magyar társadalomnak, hogy hosszú távon a vasárnapi zárvatartás egy bevezetett intézményként állandósul? Nem, rövid távon, ameddig meg nem bukik ez a kormány. Biztosak lehetünk abban, hogyha jön egy másik kormány, amivel mondjuk mi is részt fogunk venni, akkor ez az egyik első intézkedés lesz, amit el fogunk söpörni. Hát ez addig lesz, ameddig Fidesz-KDNP kormány van Magyarországon. Hát ez egy választási ígéret akkor tulajdonképpen. Abszolút, így van, pontosan. Elég korán megvan. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.